A tóvárosi jovisok saját játékaikat hozták el a Fejér megyei Szent György Kórház gyermekosztályán gyógyuló gyerekeknek. Egy dominós kisebb gyerekeknek való, és még azt, két hete hirdették meg az adománygyűjtő akciót az óvodában. 6 asztalnyi plüss állat, játékautó és mesekönyv gyűlt össze ez alatt az idő alatt. Az adományozó gyerekek közül akadt olyan is, aki több régi játékát is elhozta a beteg kórházban ápoltársainak. Figyeltünk arra, hogy nagyon picik legyenek, de azért figyelve arra is, hogy a 0-tól 14 éves korig kórházba kerülő gyerekeknek alkalmas legyen, tehát kisbabáknak csörgők, rengeteg plusz állat, mert ezek szerencsére mosógépben moshatók, sok 100 darab. A most összegyűjtött és átadott játékokat Szabó Bakos Zoltánné, a megyei kórház ápolási igazgatója vette át a gyerekektől. Mint mondta, nagy segítség ez a kórház számára, az átvett adományból jut majd az intézmény gyerek és gyereksebészeti osztályán ápolt gyermekeknek is. Vannak sokszor szociálisan rászoruló gyermekek, azon kívül vannak gyerekek, akik ugye a kis óvodánkban, amit mi kialakítottunk, óvónők segítenek a gyerekeknek, hogy megtetszik a játék, és az nálunk egy fogyó anyag, úgyhogy ennek a pótlására nagy örömmel vettük ezt a felajánlást. Az óvodának egyébként nem ez volt az egyetlen ilyen akciója. 2 évvel ezelőtt a kolontári iszap katasztrófa idején is elsőként gyűjtöttek játékokat az ott élő kisgyerekeknek.